szevasztok, bocs, csak épp a nyári magazinunkat olvasgattam, na de ha már itt vagytok, akkor elkezdünk főzni. Folytatódik a balatoni sorozat, a háttérben nyírják a füvet, mögöttem csilipelnek a hattyúk. Még német turistáink is vannak, akiket majd meg fogunk kínálni a kajával, amit készítünk, mert hogy egy igazi, nagy magyar klasszikus fog csinálni csirkepörköltet, méghozzá úgy, ahogy én szeretem. Bográcsban fogom elkészíteni ezt a csirkepörit, egy katlanban ráadásul árakom a bográcsot, elkezdem fölhevíteni, mert nálam a pörkölt az úgy indul, hogyha rendesen forró a bogrács, akkor rádobok egy kis csirkefarhátat. Lehet, hogy ez meglepő, de egy jól körbepirított csirkefarhátat nagyon-nagyon fel fogja majd dobni az ízeket. Ha vannak itt más húsrészek, de arról később beszélgetünk, most a farhátra fogunk koncentrálni. Ezt félbevágtam, jön az egyik darab, jön egy másik darab, és ezt jó körbepirítom. A többi húsrész még megy vissza itt a hűtőtáskába, iszonyat meleg van, gyerekek, föl fog gyulladni. Na mindegy, de amíg szirul itt a farhát, addig gyorsan felaprítok vöröshagymát. Én most tulajdonképpen két csirkényi hús fogok elkészíteni, és ehhez fél kiló hagymát fog hozzápakolni. Egészen finomra vágva. Nézzétek, meg ilyennek kell kinézni a farhátnak, rendesen oda kell a bőrét pirítani, meg a csontját a másik oldalon is. Szépen körbe van sütve, na és ilyenkor mehet rá szépen a hagyma. Tudom, hogy furi, hogy itt a farháttal együtt pirítom a hagymát, de higgyétek el, hogy a hagymának ettől semmi baja nem lesz, sőt az egész sokkal jobb lesz. Hogyha üveges a hagyma, akkor jön egy alapos sózás, és az egészre öntünk egy kis vizet. Az nagyon fontos, hogy jó minőségű, lehetőleg a francia Alpokból származó ásványvízzel dolgozzatok. Jó, de hogy is, következő lépés, ez egy kis paradicsompüré lesz, vagyis a következő lépés az lesz, hogy leöntöm magam vízen, mert meg lehet gyulladni. Na, így most már sokkal kellemesebb a helyzet. Szóval a következő lépés az, hogy egy kis paradicsompürét fogunk hozzányomatni a hagymához. Az egész az egy nem szokványos pörkölt lesz, viszont a világ legjobb pörköltjét fogjátok megcsinálni, hogyha elhisztek nekem, hogy így kell. Tényleg hosszú évek munkája van benne, és most nem viccelek, ez ki lett kísérletezve. Onnantól kezdve lepirítottam a farhátat, hogy itt van ez a hagyma együtt a hússal, hogy most egy kis paradicsompürét is elkezdek elkevergetni és hagyni pirítani. Paradicsomot, rendes paradicsomot nem is szoktam belerakni, csak ezt. És ez a paradicsom, ahogy itt a hagymával egy kicsit pirul, brutálisan jó íz fog adni a mi kis csirkepörinknek. Hagyjátok, hogy az egész szépen színt kapjon. Kell neki 20 perc kislángon, hogy az egész egy ilyen nagyon-nagyon laza kis alap legyen. Fontos, hogy nem szabad semminek oda kapnia, hogy folyamatosan locsolgassátok vízzel. Az a lényeg, hogy így a zsírjára pirulva, aztán egy kis folyadékkal párolva, meglepirítva, így kell játszani 20 percen keresztül. Na 20 perc telt el, illetve 25. Csodálatos ez a hagymás alap. Most jön a piros paprika. Én két csirkének megfelelő csirke alkatrésszel fogok dolgozni. Ehhez én 3 vagy 4 evőkanálnyi paprikát szoktam hozzáadni, ízlés dönti el, de 3-at mindenképpen érdemes belenyomatni. Ezt gyorsan összeforgatom, és akkor most jöhetnek a csirkerészek. Hát először is bele fogok pakolni szárnyat. A szárnak a végét azt levagdostam. Úgyhogy ez szépen jöhet. Szerintem a szárny az nagyon-nagyon jó kis ízeket, aromákat ad a kis pörinknek. Mellett is bele szoktam rakni, nem mindenki csinálja, de egyébként hát van, aki a mellett jobban szereti, meg egyébként is csonttal pakolom bele, nézzétek meg. A csontos mellett itt ketté vágtam, így, hogy van csontos túl, bőrös túl, kerül szépen bele a bográcsba. A lényeg, aminélkül nem csirkepöri a csirkepöri, egy kis csirke felső comb, kis csirke alsó comb, mindegyikből pakolunk bele. 4 alsó combot és 4 felső combot dobálok. Ide bele a bográcsba, gyertek szépen. Az egészet óvatosan megint összeforgatom. Nézzetek, milyen csodálatos szép színe van. Egy gyors fűszerezés következik még. Jó alaposan besózzuk, mert egy jó adag fekete bors, egy kis köménymag, és 4 zúzott fokhagyma. Az egészet most fölöntöm rábbi annyi vízzel, ami még éppen nem lepi el teljesen a húst. Óvatosan összeforgatjuk, és szépen így rotyogtatjuk tovább.
Paprikát én ilyenkor szoktam belerakni, mikor az egészben kinyomom a csumáját, kiszórom a magokat, és így jöjj van, pak, mehet bele egy ilyen dupla csirkés verzióba két tévé paprika, az simán belemegy. Ha szeretitek és bírjátok a csípőset, akkor nem kell parázni, ugyanilyen formátumban egy hegyes erős is belerepülhet. Tehát, ha nem szeretitek, akkor ezt ki lehet hagyni persze. Jó, azért a magokat itt is érdemes kiütögetni, mert azért ezt tud csípni. Félbevágjátok, ezeket eltávolítjátok, szépen így lazán ki lehet kapargátni, és akkor így megy bele. Pontosan egy óra telt el azóta, hogy egy kicsit itt a piros paprikán átpirítottam a csirkerészeket, felöntöttem a vízzel, lefedve, kislángon rotyogtatva készült a kaja. Na gyertek, nézzétek meg, hogy hogy állunk most. Kész vagyunk, de csak majdnem. Egyrészt azért, mert még egy kicsi idő kell a csirkének, másrészt, hogyha ti is unorthodox módon szeretnétek a csirkepörit elkészíteni, és nem féltek attól, hogy esetleg a pokol tüzén fogtok ezért elégni, akkor mutatok egy trükköt. Igen. Jól látjátok, egy labzselatint, ez ugyanis a szaftot fogja olyan brutálisan felturbózni, mert meg fogjátok látni, hogy az embertelen. Bele kell rakni, hagyni, hogy csodálatosan feloldódjon. Egyébként, mivel most dupla mennyiséget készítettem, ezért még egyet rakok, szóval egy csirkéhez egy lapot szoktam hozzápakolni, egy picit meg lehet mocorogtatni, és kell még, hát csirke függő a dolog, de körülbelül még egy ilyen 15-20 perc, és akkor meg is vagyunk. Addig, hogy legyen egy kis köret, összedobok egy kis szarvacska tésztát. Szedünk a német vendégeinknek is, tudják meg, hogy milyen az igazi magyar kaja. Egy ilyen szép kis combikát a hölgynek. Kíváncsiak, hogy mit fognak szólni. Külön az úrnak is, nem tudom, milyen viszonyban vannak egymással. Ők egy bejáratot párnak tűnnek, de lehet, hogy nem szeretnek egy tányér bocsa megézni. Echt ungáris. A néni pont el akar menni. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott, hallo. Hallo. Ja, ich habe eine ungarische Spezialität gekocht. Oh. Das ist Pörkölt, Zirkepörkölt. Wollen Sie das probieren? Ja, gerne. Ja? Ja, wenn wir dürfen, gerne. Ja, ja, natürlich. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Für Ihnen auch. Ja, lecker. Das habe ich hier gemacht. Können Sie morgen wiederkommen? Okay, kein Problem. Nein, Spaß. Okay, danke. Okay, bitte sehr. Na, örültek neki, és megkortolják. Egytől tízig fogják pontozni. Kíváncsi leszek, hogy hány pontot kapok. Hát mondjuk szerintem tizet kéne, mert annyira rohadt jó lett. Von 1 bis 10. Ja, komm, wie viel? 10. Glatte 10, wirklich? Ja, nein, oh. Das war lecker. Wirklich? Das war lecker. Das sage ich jetzt nicht nur so, sondern war lecker. Oh, danke. Bitte. Danke, 10 Punkte gehabt haben, gell? War gut. Danke. Also in Deutschland sagt man Hähnchenbollen, hier Schenkel, sein Lieblingsessen. Wirklich? Ah, super dann. Okay. Okay, super. Danke. Na gyerekek, ezért megérte főzni, szétsülni a napon, komolyan mondom, és egy picit se érzem, hogy presszionáltam volna a hölgyet azért, hogy 10 pontot adjon, meg ha látjátok, bepuszítek az egészet. Na ilyen ez a pörköl, próbáljátok ki ti is. Ennyi. Úgy gyerekek. De eleve az egyik kedvenc kajánról van szó, és szerintem tényleg jó lett. Most egy picit úgy érzem, mintha magamat fényezném, mert azért nem teljesen klasszikus receptet csináltam, de higgyétek el, hogy érdemes kipróbálni. Kommentben amúgy írjátok meg nyugodtan, hogyha hülyeségnek tartok bármit, amit csináltam, de csak akkor ér egyébként kritizálni, hogyha tényleg kipróbáljátok, mert brutális lett, nagyon durván telt íze van a szaftjának, omlós a hús, szépen le van pirulva kívülről, iszonyatosan jól működik egyébként galuskával. Az is nagyon poén, hogy az utolsó 20 percben egy kis krumplit dobáltok mellé, és azt a bográcsban együtt csináljátok meg. És hát persze így klasszikusan ilyen kis szarvacska tésztával, nálunk legalábbis mindig ez volt a divat. Szóval a lényeg, teszteljétek a receptet, próbáljátok ki, és persze tegyetek minél többet a Balatonnál. És még két dolgot akartam mondani. Az egyik, hogy bográcsba főztem, de simán meg lehet csinálni házilag, otthon, konyhában, lábosban is, a metódus az teljesen ugyanaz. A másik pedig, hogy pont a bogrács miatt én most két csirkényi húst használtam, a receptbe viszont majd a szöveges részbe egy csirkére való mennyiséget fog megcsinálni, és akkor az otthon is kényelmesebb lesz, ennyi. Na jó van, nyomom tovább gyerekek, bocsika. A videót az Aldi támogatta.